TV, Köztelevízió, a TV2, az Origo, az Index, a Megyei Lapok, Martin Ernetű Szentlap, aminek a vezetője szintén az MCC vezetője, Szalai Zoli, és üdvözlöm az állásváltozók egyikét. Szóval, üdvözlöm a kutatokat a képviselőjét. Nem tudom pontosan, hogy olyan mutat kutatokat nézni, hogy a gyermekeik szemébe nézni. Annyira nem voltak bátrak még a köztelevízió mutatásai, hogy ők két és a három a felhívók egy kívülőszakadásra. Nem tett a TV2 sem, az Index sem, és még sorolhatnám. És egy szó a TV vitára, biztos, hogy is hallották. Kiírtam Orbán Viktor és Gulcsán Feri egy TV vitára. Arról szerettem volna velük beszélni, hogy hogyan sikerült, hogy mennyit kellett dolgozni azon, hogy 40 ezer milliárd forint uniós forrás után a legszegényebb és a legkultúrabb országát tegyék Magyarországra. Hogy jött össze? Nekik, mert mennyit kellett ezért elhozni? Tehát kétszer Robin a bátor bátor elfutott, és küldték a magukért Dajcs Tamás és Dobrev Klára. Most én alapvetően nem fogja semmit, nem fogjuk Dajcsolásra, mert nem érdekelnek a marihuána legalizálási esélyei. Dobrev Klára sem feltétlenül a kedvencem, de ha ez az állam, hogy végre bejussunk egy 26%-os, vagy ki tudja hány százalékos párt visszavezetőjeként bejussak, elmondhassuk a magyar embereknek a kérdéseit, végre 16-ot, a 14 év után elhangoztassuk, hogy itt igaz szó, még egy kicsit vállalódik, Viszont, ugye azt mondták, és ezt fontosnak tartom elmondani, hogy ne hagyják magukat átverni. Az ellenzék, őfelsége ellenzéke, különböző szatelitpártok jobbról, balról, azt terjesztik évek óta, hogy Orbán Viktort nem lehet legyőzni. Hogy a propaganda falát nem lehet át. Hogy a vidékieket nem érdekli a politika. A fiatalokat, benneteket nem érdekli. Politika. Na most mit látunk egyébként másfél-két hónapja? Azt, hogy bárhol vagyunk, egyre többen leszünk, és egyre több magyar ember lát át a szitán, és mondja azt, hogy elég volt. Ha bár fölül a gálya, és alul a víznek árja, azért a víz az út. És higgyetek bennem, nagyon-nagyon félnek a nagy uram. Nem véletlenül költenek rám, költöttek már rám 2 milliárd forintot, és innen is elnézést kérek, mert ennek jobb helye is lenne, ennek a 2 milliárdnak. Először voltam elkeseredett helyzetben lévő szerencsétlen flótás, akivel nem kell foglalkozni, megmondta Havasi Pólásdoboz Berci, a miniszterelnök szóvívője, aki arra büszke, hogy a miniszterelnök használt, eldobott kólás doboza az erekje a budai várban lévő gyönyörű irodájában. Képzeljék el ezt a magas szellemi színvonalat, micsoda tanácsokat adhat ő a hazánk miniszterelnökének. Aztán lettem pszichopata nőverő, majd baloldal és Gyurcsány Ferenc bábja, később háborúpárti baloldali politikus, most pedig jöttem be ide Zalaegerszegre, és megtekintettem magamat az óriás plakáton. Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének vagyok a bábja. Annak az Ursula von der Leyennek, akit 5 éve Orbán Viktor javaslatára, Orbán Viktor szavazatával választottak meg az Európai Bizottság elnökének. Ő egy német, 7 gyermekes, keresztény, néppárti politikus. Csak 5 éve még nem sejtette Orbán Viktor, hogy Ursula von der Leyen Soros György bábja. De hiába próbált az elnök azt, hogy ürge bőrbe bevarva elbújni, lebukott, és mivel ő Soros György bábja, én az ő bábja vagyok, így én is Soros György bábja vagyok. Minden esetre itt vannak ezek az óriás plakátok, smokingban és csokornyakkendőben feszítek rajta. Köszönöm a képet, Tóni, nagyon jól sikerült. Viszont, még van 27 nap a választásig. Tóni, propagandisták, tartsatok ki! Most rengeteg a túlmunka, a túlóra. Napi 10-12 aljas, hazug lejárató cikk és videó az elvárás. Nehéz meló. De ígérem nektek, hogy 27 nap múlva hosszú, ám de tartós szabadságra mehettek, és lesz idő kipihenni magatokat.
én kértem, hogy jöjjenek előre, nem nagyon tudok közbe forgolódni, de igyekszem. Nem szeretek ilyen szélrózsa lenni. Szóval, átveszem az ajándékot, csak majd utána, ha lehet. Köszönöm szépen. Szóval, annyit tudok önöknek mondani, miért félnek? Egyrészt nyilván nem önök, a nagy urak a Karmelitában. Miért költenek ennyi pénzt? Egyrészt minden nap mérnek. Minden tudnak. Azt is tudják, hogy tényleg árad a Tisza. Ilyen nem volt a rendszerváltás óta. Nem volt. És amitől a legjobban félnek, az egy dolog, hogy a legfiatalabbak között, a 18 és 29 éves generációban, pontosan háromszor annyi támogatója van a 3 hetes vagy 1 hónapos visszatártal, mint a 36 éves fiatal demokraták szövetségének. És ők is tudják, és mi is tudjuk, és ők is tudják, hogy mi is tudjuk, hogy a fiatalságot, a tavasz, a változást néhány napra, néhány hónapra fel lehet talán tartóztatni. De a világtörténelemben még soha senkinek sem sikerült megállítani, és megígérem nektek, hogy nekik sem fog sikerülni. 2024. június 8-án megtartjuk Budapesten, a Hősök terén, a valaha volt legnagyobb politikai demonstráció. Szeretnénk, ha önök is csatlakoznának, és ha el tudnak jönni, hozzon magával mindenki nem egy, hanem 2 embert. És ígérem nektek, hogy ez egy olyan demonstráció lesz, amitől valóban megremegnek a Karmelita ablakai. És másnap egy sorsdöntő választás lesz. Nem egy egyszerű európai parlamenti választás. Nem. Ugyanakkor egyszerű lesz, hiszen a magyar emberek választhatnak a múlt és a jövő között. Az Orbán-Gyurcsány korszak és a jövő között. A propaganda és az igazság. A korrupció vagy a tiszta közélet. A türk tanács vagy az Európai Unió. Kelet vagy nyugat. Tajt Tamás vagy Kar Zoltán, és végül a Fidesz vagy a Tisza között. Erről fog szólni 2024. június 9-én a választás. És el kell mondjam, mert eddig a 10-es lista voltunk, kiesett egy párt, úgyhogy most már a 9-es leszünk, de oda lesz írva, hogy tisztelet és szabadság, az is, hogy Tisza, az is, hogy Talpra magyarok, és az is, hogy Magyar Péter. Úgyhogy kérem szépen, hogyha lehet, támogassanak minket, mert nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan eredményt érjünk el, ami a Holdról, de legalábbis a Karmelitából látszik. És ha így lesz, ígérem önöknek, hogy június 9-én az önök segítségével, az alamegyei emberek és sok millió magyar ember segítségével itthon és külföldön beverünk egy hosszú, ám de vastag szöget a NER koporsójába. És ha ezt megtesszük, akkor jó esélyünk lehet arra, hogy talán nem kell 2 évet várnunk egy országgyűlési választás. És hogyha az országgyűlési választáson bizalmat szavaznak nekünk, mandátumot adnak majd a Tisza pártnak és a képviselőinek, akkor egy nagyon sűrű első 24 óra előtt állunk majd. Először is ki kell dobnunk Rogán Antalt és a propaganda minisztériumot a budai vár épületéből. El kell helyeznünk az egészségügyi vagy az oktatási minisztériumot. Első nap csatlakoznunk kell az európai ügyészséghez, és a korrupció minden formájával szemben zéró toleranciát fogunk hirdetni. Még ugyanezen a napon megkérjük a Fidesz alapító tagját, jelenleg legfőbb ügyészként regnáló Polt Péter, hogy hagyja el az irodáját, ha nem megy neki, segítünk, és választunk egy olyan legfőbb ügyészt, aki pártpolitikai befolyásolástól mentesen fogja vezetni a magyar vádhatóságot. És az országgyűlés első napján sok jogszabályt kell módosítani, köztük az alaptörvényt is, bele fogjuk írni,
hogy mind az országgyűlési képviselők, mind a miniszterek, miniszterelnök csak 2 ciklusig, 8 évig láthatja el hivatalát. Nem lesznek földesurak, alispánok, főispánok, nem lesznek szolgabírók, és nem lesznek feudális nagyurak, nerssevikek, bolsevikek, hívjuk ahogy kell őket. Nem lesznek döbrögiek, mert Magyarország mégiscsak a Ludas-Matyik hazája. Így van. És természetesen eltöröljük a mentelmi jogot, hiszen mi szükség van rá? Nincs különbség a politikus bűnöző és az átlagos bűnöző között, főleg ha független a magyar igazságszolgáltatás. Ígérem önöknek, hogyha a Tiszapárt felhatalmazást kap, akkor hazahozzuk azt a sok-sok ezer milliárd forint uniós forrást, ami jelenleg felfüggesztés alatt van a kormányzati korrupció és a jogállam lebontása miatt. Mi tudjuk, ismerjük Brüsszelt, én is dolgoztam ott 8 évig, a kollégáink közül is sokan. Pontosan tudjuk, hogy vannak problémák az Európai Unióval, az ottani bürokráciával. Van kettős mérce a régi és új tagállamok között. Sokszor felesleges dolgokkal foglalkoznak, mint az uborka görbülete, hogy egy példát említsünk. De attól még mi egy klub tagjai vagyunk. És attól még hiába mondja a magtárak védőszentje, hogy Brüsszelből csak a baj jön, a bátor brüsszeli utcai harcos nem. Brüsszelből nem csak a baj jön. Brüsszelből sok minden jön. Egyrészt munkavállalási szabadság, utazási szabadság, a tőke áramlásának a szabadsága, és rengeteg kohéziós és agrárpénz, amiből nagyon sok mindent lehetne hazánkban csinálni. Én nem értek egyet azokkal az ellenzéki politikusokkal sem, akik azért dolgoznak évek óta, hogy ne érkezzen Magyarországra meg ez a rengeteg uniós pénz. Mert ha nem érkezik meg, már pedig most is hiányzik, az nem csak Mészáros Lőrincnek, nem csak Tiborc Istvánnak rossz, hanem rossz a magyar kis és közepes vállalkozóknak, a magyar gazdáknak, a magyar oktatási rendszernek, a magyar egészségügyi rendszernek. Tehát mi azon fogunk dolgozni, hogy egy nagyon szigorú ellenőrzési mechanizmus legyen, az Európai Ügyészség is ugye vizsgálhatja majd az uniós forrásoknak a felhasználását, ugyanakkor mielőbb érkezzen meg ez a pénz. És ez szerintem nagyon fontos, most van az utolsó, várhatóan utolsó olyan 7 éves uniós ciklus, amikor rengeteg pénz érkezik még Magyarországra. Ha ezt jól használjuk föl, ha ezt lehetőleg korrupciómentesen használjuk föl, akkor lesz esélyünk arra, hogy Magyarország nem reked meg nagyon sok időre egy gyarmati, összeszerelő üzem státuszban. Lesz esélyünk arra, hogy mint Portugália, Írország, de ne menjünk annyira távol, mint Lengyelország, fejlődjünk. Nem tudom, hát Szlovéniáról nem beszélek, mert az már inkább Ausztria kategória, de igen, ugyanonnan kezdtük, a lengyelek jóval hátrébb. Nem tudom, jártak-e Lengyelországba, de az biztos, hogy látnak önök is lengyel sajtot, lengyel tojást, köszönjük a fény, lengyel édességet, lengyel sört, a magyar boltokban, a magyart idézőjelben mondom, és ami a legdurvább, Szabolcs, Szatmár, Bereg megyében lengyel alma van a boltokban és a zöldségesekben. Hol tartunk? Mit tett ez a vidékbarát kormány, hogy 2024-ben az almatermesztés egyik központjában, Mekkájában, Szabolcsban lengyel almát árulnak? Ez azt jelenti, hogy jobban megéri behozni messziről a lengyel almát, mint itt leszedni Szabolcsban. Így van, amikor a rendszerváltás volt, a lengyel és a magyar agrárexport 3,5 milliárd euró volt, ma ugye a lengyel több mint 50 milliárd, a magyar 10. És nem azért, mert a lengyel gazdák többet dolgoznak, nem azért, mert a lengyel föld jobb, sőt, hanem azért, mert pártállástól függetlenül olyan kormányuk volt, valóban nemzeti kormányuk volt. Teljesen mindegy, hogy szoci volt, vagy jobboldali, és ugyanolyan, és nagyon jó agrár szervezeteik voltak. Azért dolgoztak, hogy az a lengyel gazdáknak a versenyképessége nőjön, hogy megerősítsék a lengyel családi gazdákat, hogy megerősítsék a lengyel kis- és középvállalkozókat, egyéni vállalkozókat. És ég és föld. Nem tudom, hogy jártak-e ott. Ugye azt halljuk a magyar kormánytól, hogy nem lehet áfát csökkenteni,
mert akkor a boltok lenyelik meg, az éttermek. Na most a lengyeleknek sikerült. Ha bemennek egy lengyel boltba, ott az alapvető élelmiszereknek az áfája, de nagyon széles körben 0%. 30-40%-kal olcsóbb ma az élelmiszer Lengyelországban, mint Magyarországon, úgy, hogy egyébként jóval magasabb az átlag fizetés. Ha a Tisza párt felhatalmazást kap, azt meg tudom ígérni, már azt mondják, hogy ígérni a legszegényebb is tud, de majd erre kitérünk, meg tudom ígérni, hogy legalább a legegészségesebb élelmiszerek, a zöldség, a gyümölcs és egyéb egészséges élelmiszerek áfáját levisszük a minimumra. Ez Magyarországon 5%. De nyilván arról is beszélni kell majd, hogy lehet-e 0%. Ez egyrészt jó a magyar embereknek, hogy végre tudnak gyümölcsöt venni és zöldséget, másrészt jó a magyar gazdáknak, mert hátra akkor megéri termelni, hátra megéri eladni. És rengeteg ilyen probléma van. Vidékbarát kormány. 2010-ben 750 ezer gazda, családi gazda volt a magyar agráriumban, ma van 250 ezer, a harmada. Úgy, hogy 17 ezer milliárd forint jött csak az agráriumba Brüsszelből. Elmentem olyan városokra, településekre, mint Battonya. Egy híres állattartó település. Ma már nincsenek állatok, nem tartanak az emberek állatot. Elmentem egy békési uborka termesztő családhoz, ahol az édesapa, az édesanya és a nagyfiúk is ebben dolgozik. Nehéz meló, kockázatos meló. Megkérdeztem, hogy a két fólia sátor felállítására és a működésükre mennyi támogatást kaptak. Nulla, azaz nulla forintot. Itt tartunk. Ma a magyar vidéken 220 ezer elhagyatott vagy romos épület van. A vidékbarát kormány 14. évében. 60 pusztán talán nem. Ott is az volt, csak felújították. 47,5% volt, tisztelt zalamegyeiek, az élelmiszerinfláció Magyarországon két év alatt. 47,5%, abszolút világrekord. Az áfa Európában a legmagasabb, 27%, de van egy dolog, amiről nem szoktunk beszélni. Van egy 4,5%-os kiskereskedelmi különadó, amit kivetett még a kormány a boltokra. Ha kettőt összeadjuk, az már 31,5%. Itt tartunk. Azt mondják a boltok, a kereskedelmi láncok, hogy a hónap 20-22. Napja környékén drasztikusan visszaesik a kereslet. Ugyanis rengeteg magyar családnak elfogy addigra a pénze. Azt találta mondani Hende Csaba, úgyis szeretik önök a vasiakat és a szombathelyeket, bár az én családom vasi, de ezt halkan mondom itt. Szóval azt találta mondani a Fidesz szombathelyi képviselője, amikor megkérdezték, hogy miért nem emelik a családi pótlékot 11 éve, 12.200 forint, ugye kijön bele egy csomó pelenka. Azt mondta a Hende Csabi, hogy mert aki nem dolgozik, ne is egyék. A keresztény, családbarát, gyerekbarát, kormány egyik oszlopos tagja, a 133 bátor ember egyike. És vannak ezek a megafonos bértolnokok, srácok, az egyikük valami trombitás gyerek, azt 5 milliós Rolex-el a kezén, azt mondta, azt találta mondani, hogy 2023-ban Magyarországon a szegénység érdeklődés hiányában elmaradt. Na most én ezt nem tartom annyira viccesnek, mert pénteken jártam Ózdon, és ott elvitt a Van Helyed Alapítvány vezetője, önkéntese az egyik szegény szegregátumba, a hétesi telepre. 500-an laknak itt, több mint 300 gyermek, és 2024-ben nincs vezetékes ivóvíz. Nincs közlekedés. Ő az alapítvány létrehozott ebben a szegregátumban, kitört ablakok, lerobbant épületek, létrehozott egy fürdő. Na, ennyi volt a hangunk. Ez is a Viktor volt! Van esetleg ilyen egyébként? Pillanat, türelme. Igen, egy jó kis megafon most jó lenne. Na már meg is oldották a kollégák, köszönöm szépen. Szóval
Van ez a megafonos bohóc, 5 milliós Rolex-el az a karján, és én ott jártam a hétesi telepen, és ugye csinálta ez az alapítvány ezt a fürdőházat, ahol bevezették a vizet. Van benne 2 darab WC, 2 darab zuhanyzó, és 2 darab mosógép. Ide jár az 500 ember. Ide mennek a gyerekek, mielőtt elmennének iskolába. És csak annyit szeretnék elmondani, 1200 ilyen szegregátum, vagy ilyen szegény telep rész van Magyarországon, csak Ózdon van 17. De nyilván tudják, Szabolcsban, Borsodban, Somogyban, és az ország nagyon sok részén vannak ilyenek. Baranyában, igen. De tényleg szinte mindenhol. És van ez az alapítvány. És csak hogy mit jelent, hogyha valaki segíteni akar. És ugyanide illik egyébként a családi pótlék. Ha mi jövünk, azonnal duplájára emeljük, tudjuk, hogy ez nem oldja meg. Csak legalább mutassuk, hogy magyar és magyar gyermek között nincs különbség. Teljesen mindegy, hogy Budán születik, vagy Borsodban egy zsákfaluban. Szerintünk minden magyar gyermek egy érték, és ha segítjük, és megfelelő oktatást kap, akkor hasznos tagja lehet a társadalomnak. Segíteni fog, és még szomszédnak is szeretnénk, és hozzá fog járulni a hazánk fejlődéséhez. Ha magukra hagyjuk ezeket a gyerekeket és a családjaikat, akkor viszont csak a gond lesz, és sokkal több pénzt fogunk fizetni az egészségügyi kasszán és a szociális kasszán keresztül. Tehát ez egy nemzetgazdasági érdek is. És azt szeretném mondani, hogy van megoldás, vannak jó programok. Ez a Van Helyed Alapítvány bebizonyította. Ott, ezekben a szegregátumokban az emberek 50%-a funkcionális analfabéta 2024-ben Magyarországon. A gyerekek 30%-a nem fejezi be az általános iskolát. Azon gyerekek, azon 140 gyerek és tágabb értelembe vett 1000 gyerek, akivel foglalkozik az alapítvány és az a rengeteg áldozatos munkatárs, azoknak a 100%-a elvégzi az általánost, 95%-a elvégzi a középiskolát, és több fiatal van, aki külföldi jó nevű egyetemen, például a Leideni Egyetemen tanul. Ez a különbség. Tehát nem igaz, hogy nincs szegénység, de az sem igaz, hogy nincs megoldás. Innen is köszönöm az összes áldozatos munkát végző alapítványi és civil ember munkáját, akik a családjuk mellett azért dolgoznak, hogy segítsenek ezeknek a nehéz helyzetben lévő gyerekeknek az életén. És tudják, mi történt ezzel az alapítvánnyal, mióta ott jártam és a vezetőjével? Mit kezdett ma elmondani a kormány propaganda? Hogy Bódis Kriszta egy jól ismert LMBTQ aktivista, soros ügynök. Egészen elképesztően undorító és aljas emberek. Egészen undorító és aljas emberek. Magukat kereszténynek hazudják. Hagyják az embereket totális mély szegénységbe. 4 évente oda mennek egy zsák krumplival. És egyébként semmit nem tesznek. 2 millió ember a mély szegénységben él. Több 10 000 vagy 100 000 gyermek nem jut egyébként alapvető dolgokhoz. Nem tudják az alapvető szükségleteiket kielégíteni. És hogyha vannak civilek, akik a saját idejükben dolgoznak és segítenek, akkor azokat megbélyegzik. Itt tartunk 2024-ben. Én azt mondom önöknek, és szerintem egyetértünk, hogy nincs hova hátrálnunk. A kórházainkban nem működnek a liftek, nem működnek a légkondicionálók a sebészeteken, 40 fokba operálnak néha nyáron a sebészek. Van olyan beavatkozás, amire nem 5 év a város, hanem 2, hanem 7 2024-ben. Itt is bezárnak szakrendeléseket, szinte minden megyébe zárják be a szülészeteket, Keszthelyen most fogják bezárni, bezárták Mohácson. Olyan szülészetet zártak be 2022-ben Mohácson, amit egy évvel korábban újítottak föl Csiribirire uniós pénzből. És tették ezt úgy, hogy Mohács alpolgármestere, fideszes alpolgármestere a kórház igazgatója. Egészen elképesztő állapotok vannak, és hogyha a kedves beteg túléli a 7 éves várólistát, a 40 fokban az operációt, azt, hogy ölbe cipelik egyébként az ápolók a sebészeti beavatkozás után, és fölébred az ágyában, ahol jó esetben van lepedő, meg ágynemű, nem biztos, akkor kap a magyar államtól egy kemény zsömlét és 2 szelet párizsit. Itt tartunk. És most megkérdezem a fiatalokat, mert ide tartozik, hogy milyen nálatok a suliba a kaja.
Jó, ezt a szót nem mondom. Nem minőségi. Igen. Ma a magyar gyerekeket szeméttel etetik. És azért etetik szeméttel, mert három neres oligarha kezében van a magyar közétkeztetés. Ezt is meg fogjuk változtatni. Úgy hallom, a börtönökben egyébként jó a koszt, de a kórházakban és az iskolákban, óvodákban, bölcsödékben nem. És azt tudja mindenki, hogy a gyermekek ízlése 0 és 6 éves kor között alakul ki. Ha akkor egészségtelen cukros, sós, zsíros, egyéb kajákkal etetjük őket, akkor ez kihat az egész életükre. A magyar diákok, fiatalok a legelhízottabbak az Európai Unióban, 25%-uk elhízott, és ez azért van, mert kórosan rossz ennivalót kapnak. Egészen elképesztő, ugye beszélnek mindennapos testnevelésről, beszélnek arról, hogy olimpiai nemzet vagyunk, és valóban rendkívül büszkék vagyunk az olimpiai bajnokainkra, de ettől még a magyar emberek 3%-a sportol napi rendszerességgel. Ez az arány Nyugat-Európában néhol 80, néhol 90%. Nem véletlen, hogy ilyen a magyar átlag életkor és olyan a nyugat-európai. És tudják, nem beszélünk megelőzésről, szűrésekről, semmiről, ami értelmes dolog. Nem beszélünk új nemzeti alaptantervről, nem beszélünk arról, hogy egyébként ma milyen tudásra van szüksége a fiataloknak. Mi szülők, nagyszülők azt szeretnénk, hogy a tanáraink életre való, kritikai gondolkodásra képes, szabad, felszabadult és boldog fiatalokat neveljenek. Tudjuk, hogy milyen fontos a lexikális tudás. Én is büszke voltam a nagymamámra, hogy még 88 évesen is el tudta mondani a toldit. De ma már ennél többre van szükség, másra van szükség. De hogyan várjuk ezt el a tanárainktól, akiket megnyomorítanak státusztörvénnyel, klikkekkel, és ellehetetlenítik minden lépésüket. Ha jön a Tiszapárt, visszaadjuk a tanárok szabadságát, az oktatás szabadságát, a szabad tankönyvválasztást, megreformáljuk a közétkeztetést, eltöröljük a klikket és a státusztörvényt. És beszélni fogunk, mert beszélni kell a szociális szférában dolgozók és az ápolók megalázó helyzetéről, és rengeteg szakember megalázó helyzetéről. 220-230 ezer forintért dolgoznak emberek, az ápolók, szociális munkások, néhol 30-40 ágyhoz kötött, étkezni, inni, önállóan nem tudó betegre vigyáznak. Szinte lehetetlen küldetés. Innen is köszönöm, hálásak vagyunk a munkájukért, azoknak, akik még kitartanak, és nem hagyják ott a szakmájukat. És beszélni fogunk, mert beszélni kell rengeteg más dologról, az idős emberekről. Több mint 400 ezer olyan idős honfitársunk van ma Magyarországon, akik létminimum alatt kapnak nyugdíjuttatást. Van, akinek 27 ezer, és van olyan, akinek 8 ezer forint a nyugdíja, és a nagy többség önhibáján kívül nem rendelkezik egyébként 40 év ledolgozott munkaviszonnyal. Vagy nem jelentette be a munkáltatója, vagy beteg gyereket gondozott, vagy egyébként idős hozzátartozót ápolt, vagy csak egy jogszabálymódosítás volt. Mi annyit tudunk ígérni, hogy azonnal legalább 20 ezer forinttal megemeljük ezeket a nyugdíjakat, nem fogja megoldani ezt a helyzetet. Csak lássuk az irányt. Nem az a fontos, hogy svájci indexálásnak hívjuk, vagy 13. havi nyugdíjnak hívjuk. Lássuk azt, hogy például 2013-ban az átlagbér és a nyugdíj úgy aránylott egymáshoz, hogy a nyugdíj körülbelül 68-70%-a volt az átlagnyugdíj az átlagbérnek. Ma ez 50% körül van. Ennyit értéktelenedett el a nyugdíj az inflációnak köszönhetően, és annak köszönhetően jóval gyorsabban nőttek a bérek, nem mintha a bérek magasak lennének. Mély szegénységben él rengeteg magyar idős ember. Ha nincs esetleg gyerekük vagy unokájuk, akik segíteni tud, akkor választhatnak az élelmiszer, a gyógyszer vagy a rezsiszámlák befizetése között. És egy gondolat a rezsiszámlákról. Ugye nem csak családbarátnak, vidékbarátnak és gyerekbarátnak hazudja magát ez a kormány, hanem ő a rezsicsökkentés bajnoka. Tudják? Ma 70 forintot fizetünk egy kilowatt áramért. Eközben ezt a paksi atomerőben 15 forintért állítják elő. Oké, Mészárosnak kell a hálózat, nem tudom milyen díj, de na mégis. Rendszerhasználati díj, köszönöm. És ott van a gáz. A gázt a háború kiterésekor az 5-szörösére, 6-szörösére emelte a rezsicsökkentés kormánya. Ez volt a rezsicsökkentés csökkentés. És azért, mert akkor fölment a gázára a világpiacon, de kérem szépen, azóta visszament a gáz világpiacára ugyanoda, ahol a háború előtt volt.
de még mindig az ötszörösét, hatszorosát fizetjük a gázárnak, mint a háború előtt. Ez a magyar rezsicsökkentés. És nem tudom, hogy vannak-e itt vendéglátósok, vállalkozók. Kaptak mostanában egy csekket és egy felszólítást, egy tájékoztatót, hogy januárra visszamenőleg a vállalkozók négyszeres vízdíjat fizetnek az eddigiekhez képest. A rezsicsökkentés kormánya, ugye? Aki megvédi a vállalkozókat, főleg a vidékieket. Négyszeres. Itt tartunk. Beszélni kell a katásokról. A kata visszahozatalára, a kata adózás visszahozatalára. Több százezer embert lehetetlenítettek el egyik pillanatról a másikra. Kiöntötték a gyereket a vízzel együtt úgy, ahogy volt, mert nekik nem tetszett. Beszélni kell a rendvédelmi dolgozók nyugdíjáról. Beszélni kell a megváltozott munkaképességekről. Beszélni kell arról, hogy egy családbarát kormány miért alázza meg a beteg gyerekeket nevelő szülőket. Rengeteg olyan magyar anyuka és édesapa van, aki lehet, hogy egyedül nevel beteg gyermeket. És ahelyett, hogy ez a kereszténynek hazudott kormány segíteni, megbecsülni őket, hogy nem adják be a beteg gyereküket egy otthonba vagy egy kórházba, hanem akár az egész életüket feláldozzák, ahelyett, hogy támogatná őket, létminimum alatt tartja őket. És bürokratikus akadályokat támaszt, hogy ne lehessen gyógyszer, vagy gyógyászati segédeszköz, vagy minél kevesebbet, vagy olcsóbbat lehessen venni. És ugyanez igaz az idős gondozásra. Mindannyian tudjuk, hogy milyen állapotok vannak. Mint egy középkori ispotályban, elfekvők vannak Magyarországon, ahova a jó érzésű ember nem adja be se a szüleit, se a nagyszüleit. De semmilyen segítség nincs idős gondozásban Magyarországon, mintha nem egy előregedő társadalomban lennénk. És ugye ők a családbarát kormány, és mi az eredménye a támogatott hiteleknek és a csoknak? Hogy tavaly született Magyarországon a legkevesebb gyermek a rendszerváltás óta. Ez a nagy eredmény. És az, hogy ahogy mondtam, majdnem 1 millió ember él külföldön, több tízezer magyar gyermek születik meg kint, és él föl nagyszülők, barátok és dédszülők nélkül. És ha nem csinálunk valamit, akkor ezek a családok, ezek szétszakítva maradnak, és valószínűleg ezek a gyermekek már nem lesznek magyar felnőttek. És ahelyett, hogy ez a családbarát, keresztény, vidékbarát kormány próbálná segíteni a fiatalokat, próbálna egy biztonságos környezetet teremteni, próbálna egy olyan országot teremteni, ahol jó megszületni, ahol jó élni, ahol jó gyereket nevelni, és ahol nem akar minden második 18 éves gyermek külföldre menni, ahelyett mit tesz? Vendégmunkásokat, ázsiai vendégmunkásokat hoz be az országba. Filippinókat, vietnámiakat, de hoz be egyébként Európából, Törökországból és Ukrajnából is. Csak Debrecenben, Kirgizisztánból. Csak Debrecenben, egy 200 000-es városban 40 ezer gazdasági migránst, vagy hívhatjuk vendégmunkásnak hoznak be. Csak és kizárólag a kínai, amerikai, német, francia multicégek érdekét szolgálja. Mert ezzel nem csak társadalmi feszültséget keltenek, a 40 ezerből Debrecenben 99% férfi. Először 3 évre jöhetnek család nélkül, majd 5 évre családdal, és végül itt maradnak. Látjuk, hogy Nyugat-Európa hova jutott, hogy milyen társadalmi feszültségeket szült ez. És ez nem elég, mert ezzel még jobban leverik a magyar egyébként is alacsony bérszínvonalat. És mi fog történni? Még kevesebb fiatal és középkorú tud majd Magyarországon megélni és családot nevelni, eltartani, ezért még többen fognak kimenni. Ez egy drog. Ha erre a magyar kormány rálép, már pedig úgy tűnik, hogy rálép, mert gombamód szaporodnak a munkásszállók. És nem csak nagy településeken, hanem van olyan falu, ahol bezárt a falu iskolája és óvodája, és jelenleg munkásszálló üzemel benne. Ha erre rálépünk, az egy drog. Az egy drog. Nincs visszaút, és akkor tényleg vége van a magyar jövőnek. Szerintem ezt nem szabad hagynunk. Eleve hoznak gyárakat, akkumulátorgyárakat, mindenféle gyárat, annélkül, hogy megkérdeznék a helyieket, annélkül, hogy megválaszolnák a kérdéseiket. Leépítik a környezetvédelmet, nincs minisztérium, tönkreteszik a környezetvédelmi hatóságot. Ha bárki kimeri mondani a valóságot, elbocsátják. Mindenben a multicégek érdekeit nézik. Meg persze a táskás emberekét, akik jót kaszálnak egyébként a gyárak felépítésén, a legjobb magyar földek kisajátításán, majd újraeladásán, a munkaerőkölcsönző cégek, ezek mind a NER-hez köthető cégek. De ezen kívül a magyar jövőt árulják el. Mi a Tiszapártnál azt mondjuk, hogy egy komplex falurehabilitációs programra van szükség, egy komplex hazaváró programra van szükség, és egyáltalán őszintességre van szükség.
szeretnénk egy társadalmi szerződést kötni a magyar emberekkel, ki fogjuk dolgozni önökkel, az érdekeltekkel, a szakértőkkel közösen minden területen, legyen az oktatás, egészségügy, szociális szféra, energetika, külpolitika, biztonságpolitika, minden. Hogy hova tudunk elérni egy, öt vagy tíz éven belül, és milyen eszközökkel, milyen lépésekkel. Mi azt szeretnénk, mi felnőttnek szeretnénk nézni a magyar embereket. Nem úgy, mint a Fidesz, aki azt mondja, hogy folytatjuk 14 éve. Csak azt nem mondja meg, hogy mit, a lopást, a hazugságot vagy a propagandát. Nem. A magyar emberek tudnia kell, hogy mire szavaz. Nem az, hogy mi ellen szavaz, mert azt már sokszor eljátszottuk, és nem volt értelme, hogy mire szavaz. Úgyhogy erre várunk mindenkit, várjuk mindenki ötleteit, segítségét, szakértelmét, önkéntes munkáját. Nem fogok eljutni minden településre, csak minden megyébe. Nagyon szeretném kérni a segítségüket. Egyrészt, hogy jelentkezzenek szavazatszámlálónak, mert 22 ezer emberre lesz szükségünk, hogy biztosítsuk a választás tisztaságát itt Magyarországon és a külképviseleteken is. És szeretném kérni, hogy beszéljenek ismerőssel és ismeretlennel, buszon, piacon, munkahelyen, és hogyha nem okoz családi krízist, akkor családi ebédeken és vacsorákon, hogy igenis van remény, hogy van valós alternatíva. Lehet másfajta Magyarországot építeni. Mi magyarok, a magyaroknak elege van 20 vagy 30 év után a mesterséges megosztottságból, vidékiek és fővárosiak, baloldaliak és jobboldaliak, ateisták és hívők, fiatalok és idősek között. Nem. Mi mind a szívünk mélyén egy normális, élhető Magyarországra vágyunk, és mi mind elsősorban magyar emberek vagyunk, nem baloldali és jobboldali emberek. És ezt az üzenetet megköszönöm, ha minél több helyre eljuttatják. És kérem a fiatalok segítségét, hogy menjenek el és beszéljenek a nagyszülőkkel. Vigyenek, ha kell, egy laptopot vagy egy tabletet, és mutassák meg a valóságot. Még mindig rengeteg emberhez csak a propaganda jut el. Egyre több embernek nyílik ki a szeme, persze, de még mindig vannak, akikhez csak a propaganda jut el. És mondjátok el, fiatalok, a nagyszüleiteknek, hogy most már a ti jövőtökről van szó, és legalább miattatok gondolját, hogy múlt vagy jövő, korrupció vagy tiszta közélet, hazugság vagy igazság, Türk Tanács vagy Európai Unió, Kelet, Nyugat, Dajs Tamás, Tar Zoltán, a Fidesz, vagy a Kék Fidesz, vagy egyébként a Tisza párt. Segítsetek, fiatalok, beszéljetek a családtagjaitokkal. És én ígérem nektek, mert kérdezzétek meg a nagyszülőket, meg a családtagokat, hogy normális-e az, hogy van egy kormánypárt, ami csak azt mondja a kampányban, hogy háború, háború, béke, háború. Hogy ők a béke pártja, hogy a narancssárga a béke színe, és hogy rajtuk kívül mindenki háborúpárti, meg dollárbaloldali. Hát nem. Üzenjük meg Zalaegerszegről is, hogy semmelyik magyar ember nem háborúpárti. Minden magyar ember békepárti. Bármennyiszer is mondják el, naponta 10-szer, 15-ször, mi mind békepártiak vagyunk, mi mind szeretnénk, ha lezárulna a háború. Ellentétben egyébként a Fidesz-szel, mert hát ők küldenek több száz magyar katonát Csádba, Fekete-Afrikába, nem tudni miért. Ők bocsájtanak el 1800 jól képzett, harctéri tapasztalattal rendelkező magyar katonát. Ők építenek harckocsi, lőszer és fegyvergyárat. Ők vesznek 100 milliárdokért harci repülőket. Orbán Viktor befolyásolja büszkén és nyíltan a balkáni országok belpolitikáját, és ezzel veszélyezteti az ottani magyar békefenntartók biztonságát és életét. Tehát nem mi vagyunk azok. Megkérdezem a kollégákat, hogy le tudjuk-e játszani, amint a miniszterelnök feljelenti saját magát 2007-ben a 2024-es Orbán Viktort. Hallgassuk meg, azt fogják hallani, talán már sokan hallották, ahogy elmagyarázza azt, hogy egy kormány, amelyik lopcsal hazudik, mit kell tennie ahhoz, hogy elnyerje mégis a választók bizalmát, hogy a legbensőbb, legmélyebb fizikai biztonságukra kell hatni, és azt kell elhitetniük, hogy egyébként az ellenzék a fizikai biztonságukra tör a háború miatt. Hallgassuk meg, hogyan jelenti föl magát 17 évvel ezelőtt a miniszterelnök. A politikusok ismernek a közel, mint talán kevéssé. Egy háromszögben, egy ilyen piramis alakban ábrázolja, hogy az embernek milyen szükségletei vannak, amelyet a világgal szemben megfogalmaz.
És itt a közösségi léttől kezdődően az egzisztenciás biztonságon, hát a fizikai biztonságon minden keresztül minden megtalálható. És az általános európai fölfogás a mi szakmánkban az, hogy legalul, tehát a legmélyebben, ezért a legmeghatározóbb erővel a fizikai biztonság iránti vágy jelentkezik az emberben. Ezért van az oly gyakran, nem csak Magyarországon, máshol is, különösen a harmadik világ országaiban, hogy a hatalmon lévők éppen az embereknek ezt a legalul lévő, legmélyebb, legerősebb ösztönökből fakadó igényét vagy életösztönét támadják meg, ez pedig a fizikai biztonság. És ha el tudja hitetni egy kormány, vagy egy ilyen harmadik világbeli erő az ellenfeléről, hogy valójában ezen a szinten kell félni az ellenzéktől, mert ez a fizikai biztonságot is veszélyezteti már, akkor jó eséllyel pályázhat arra, hogy mindenfajta kormányzati teljesítménytől függetlenül a rend iránti vágy miatt odafordulnak az emberek. Ez a Fidesz, ez a Fidesz hazugságjára. Ez Orbán Viktor 17 évvel ezelőtt megjósolta, hogy mit fog tenni. Nem tudom, hogy figyelik-e a Facebook oldalát. Ma már olyan videókat raktak ki, amiben nem csak azt mondja el 30-szor, hogy háború meg béke, hanem világháborús képeket raktak bele. Tehát már idáig mentek, valószínűleg majd jön pár nap múlva az atomháború. Egész elképesztő félelemkeltés, generálás, semmi más nincs. De hát miről beszéljen? A 47,5%-os élelmiszerinflációról? A 20%-os nettó bércsökkenésről? A létminimum alatt élő idősekről? Az iskolák és az egészségügy lerohasztásáról? Az állami vagyon szétrablásáról? Nyilván nem. Érzik ők is, hogy baj van egyébként. Nyilván a miniszterelnök nem követi a Facebook oldalát, nem ért az ilyen modern dolgokhoz. Ugye a laptopot is inkább csak szalonnavágásra használják. De az emberei valószínűleg látják, mi történik. 3-4-szer annyian röhögik ki a saját oldalán. Ilyen nem volt korábban. És volt egy komment, és szerintem az jól megfogalmaz mindent. Miniszterelnök úr, vége van. Le kell tenni a lantot, el kell menni nyugdíjba, és az unokákkal kell játszani. Szerintem ez jól megfogalmazza a lényeget. A magyar embereknek elege van. A magyar emberek békés emberek, sokáig tűrnek, sokáig udvariasak, de egy idő után túlcsordul a pohár. És ez most eljött. És én ígérem nektek, hogyha hisztek benne, a hit fontos, akkor a Jóisten segítségével valóban a legvastagabb falon is át fogunk menni. De a hit fontos, a Jóisten sem tud segíteni a lottóötösben, ha nem vesztek lottószelvényt. Úgyhogy tényleg érdemes hinni a dolgokban. Tudom, hogy sokszor sok mindenki csalódott, de én ígérem nektek, hogy meg fogjuk csinálni. És megköszönöm nektek, hogy így zárásul, mint mindenhol máshol, bíztok annyira egymásban, hogy függetlenül attól, hogy nem tudjátok, hogy mellettetek most egy titkos ügynök, egy civil ruhás rendőr, vagy egy baloldali, jobboldali bíró, vagy közmunkás, vagy sebész, vagy buszsofőr áll, hogy bíztok annyira egymásban, hogy megfogjátok egymás kezét, és utána fölemelitek egymás kezét, és megmutatjuk a budai, a karmelitában lévő nagyuraknak, hátul is kellene bízni egymásban, és megmutatjuk nekik, hogy bármit is tesznek, bárhogyan is berzenkednek, bármit költenek propagandára, mi akkor is közösen magyar emberek, lépésről lépésre, tégláról téglára visszavesszük a hazánkat, és közösen építünk egy új, demokratikus, békés, európai és élhető Magyarországot. Talpra Zalaegerszeg, talpra Magyarország, a haza minden előtt! Köszönöm szépen! Virágom, virágom, te engem.
köszönöm szépen, Zalaegerszeg, köszönöm szépen. Még egy mondat, önöktől is viszünk földet, és június 8-án, amikor megtartjuk a rendszerváltás utáni legnagyobb politikai demonstrációt, ültetünk egy fát a Városligetben az összes földdel, amit elvittünk az összes településről, és bízunk benne, hogy amikor ez a fa már árnyékot ad, addigra már egy új, másfajta Magyarországon fogunk élni. Hoztunk egy emlékkönyvet, legyenek szívesek beleírni arról a jövő generációjának, hogy 2024-ben milyen volt itt az élet, és reméljük, hogy a fiaink és unokáink később nem fogják érteni, hogy mi miért történt ilyenkor 2024-ben. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, vigyázzanak egymásra, nagyon jó egészséget, és javaslom, hogy vegyük vissza a hazánkat, ha egyet értenek. Köszönöm szépen, és még egy mondat, szerintem oszlassuk fel az Orbán Tiborcz Mészáros részvénytársaságot, és kérjük vissza a vagyonunkat. Köszönöm szépen! Thank you.